azokkal az áldozatokkal dolgozom sokszor, akik ennek a mítosznak a rabjai, hogy van egy nagy ő, és ha megtalálom azt az egy nagy őt, és az az életküldetésem, hogy megtaláljam, és még sikerül magamba habarítanom is valahogy ezt az embert, akkor onnan kezdve semmi dolgom nincs, ez így magától, mint kés a vajba. Ez ugye az egyenes következménye a nagy ő elképzelésnek. És akkor eljönnek emberek, hogy hát én azt hittem, hogy ő a nagy ő, de hát veszekszünk, de hát vannak konfliktusaink, hát vannak kríziseink, akkor egy logikus következtetés lehet ebből levonni, ezek szerint nem az igazi nagy őt találtam meg, tehát tovább kell keresnem. És akik így gondolkodnak, azok 4-5 nagy ő megtalálása után is még az igazi nagy őt keresik, mert hogy az előzővel voltak konfliktusok, tehát nyilvánvalóan nem ő a nagy ő.